Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét. Családőrzők című műsorunkat látják, ahogy a szignál is elárulta természetesen. Ez az a műsor, amelyben szakértők segítségével elemzünk egy-egy szituációt, amely a családokban előfordulhat. A cél az, hogy egy kicsit segítsünk elgondolkodni. Nyilván megoldást nem tudunk innen, erről a helyről adni, és én úgy gondolom, hogy ez tulajdonképpen mindig a családban magában születik, csak lehet, hogy egy kis segítség azért jöhet. Nem biztos, hogy egyetértettek velünk a szakértők, vagy velem a szakértők, akiket nagy szeretettel köszöntök. Ahogy szoktuk a sorrendet, Fekete Cseri Zsuzsannát, a Kerekvilágház Alapítvány szakmai vezetőjét. Köszönöm, hogy itt vagy. Szervusz Csilla, és szeretettel köszöntök mindenkit. Nagy szeretettel köszöntöm Koszi Janka, előadó művészt, énekest. Ezt az oldalát sokan ismerik, és most már azt is, hogy ő coachként dolgozik, és sokat segít itt a munkánkat. Köszönöm szépen, mindenkit szeretettel köszöntök. És mindig nagy lelkesedéssel, de most külön lelkesedéssel köszöntöm Tónyai Gábor plébánost, azaz mentálhigiénés szakembert, és hogy miért a külön lelkesedés, mert tudom, hogy hangolik, egy kicsit be kéne hangolódnod még, de azért örülök, hogy itt vagy. Én köszönöm a lehetőséget, és külön látok, hogy hangolódva, még ha a hangom nem is ezt mutatja. De... Ez úgy szokott lenni, hogy a betegség az embernek mindig oda megy, ahova kéne. Operatőr kolléga biztos meg tudna erősíteni, hogy operatőröknek a szemükkel van gond többnyire, a hangmérnökökkel, a fülükkel, akik arról abból élnek, hogy beszélnek vagy énekelnek, annak mindjárt a hangjával van gond. Gondolom, ez ismerős történet, de így is isszuk szavaidat a műsor folyamán természetesen. Szép, ilyen jól elkezdeni egy műsort, dicsérgetjük egymást, ez így jól esik az én kis személyiségemnek. Én szerintem ez kell az embereknek, ezt tőletek tanulom. De dicséretre szükség van. Ez így van. Bizony. Így mindenkinek. Van. És legalább mi dicsérjük egymást, hogy ennek kívülről nem elegen dicsérnének bennünket. Mint a kedves nézők számára azt gondolom, hogy ha már ugye ilyen szépen bevezetted, hogy nem a legfontosabb dolgot akarjuk meg, majd tutit akarjuk megmondani mindenkinek, hanem csak ötleteket és gondolatokat, ezt egy kis gyakorlati bemutató volt a kedves nézők számára. Immár elárulhatjuk, ez egyébként nem igaz, de jól hangzik. De egyébként most, hogy ezt így mondod, szerintem a családban is nagyon fontos, hiszen a külvilágtól kapunk hideget, meleget. A családban legalább legyen kedvesség, amivel egy picit bíztatjuk magunkat, főleg a mai helyzetben a család összefogása és a család szeretete nagyon sokat számít. Még akkor is, hogyha netán új családtag érkezik, és ez lesz a témánk. De nagyon furán álltunk neki a mai témának, mert úgy döntöttünk, hogy akkor bedobjuk, hogy új családtag, és mindenki a maga gondolatait mondja el ezzel kapcsolatban. Mit jelent ez? Milyen, ki legyen az az új családtag, és mivel jár egy új családtag beavatása? Ki lesz az első? Janka hozta a témát, úgyhogy szerintem gyere! Igen, és azért jutott eszembe egyébként ez a téma, amit adáson kívül már beszéltünk, mert ugye hozzátok is érkezett nem olyan régen egy új családtag, egy kiskutya személyében. Tehát, hogyha innen közelítünk, akkor nyilván az új családtag az lehet egy házi állat például, vagy egy gyermeknek az érkezése. Szerintem eléggé fontos megvizsgálni előzetesen mondjuk dolgokat bennünk, hogy viszonyulunk ehhez az új családtagnak az érkezéséhez, mert nagyon sok minden lejátszódik bennünk. Például ugye többlettel rendelkezünk jobb esetben, akkor választjuk azt az utat, hogy egy új életet behívunk a családunkba, mert vannak olyan úgymond felesleges energiáink, amiket szeretnénk ráfordítani az ő jövetelére és az ő gondozására. Hogyha coaching szemléletmóddal kapcsolódunk ehhez a témához, akkor érdemes megnézni azt, hogy miért van nekem szükségem arra, hogy ez az új házi állat például helyet kapjon a családban. Tehát mi az, amit várok tőle például érzésben, hogy milyen szerepet fog ő betölteni, milyen hatása lesz az én életemre, vagy a családnak az életére. Érdemes azt is megnézni, hogy a különböző életterületeken milyen elmozdulást jelenthet a számunkra az, hogy ő bejött a képbe, mert hiszen nyilván jelent elmozdulást. Természetesen ez egy
ez egy örömteli esemény, amikor egy új családtag bejön a képbe, de ugyanakkor járhat veszteségekkel, vagy lemondásokkal is, és ezzel nincsen semmi baj, hogyha ezt kimondjuk, sőt, inkább érdemes ezt is berakni a kalapba, mondjuk olyan értelemben, hogy jár-e esetleg valamiféle aggodalommal az bennem, hogy ő az életünk része lesz. Tehát van-e félelmem, ami ehhez kapcsolódik, és hogy ez miről szól. Érdemes ezeket feltárni, megérteni, elfogadni magunkban, és nem kaphatunk rossz választ, tehát azért mondom az elfogadást, mert bármilyen válasz is érkezik, az teljesen rendben van, és utána pedig lehet tovább vinni, hogy akkor mit tudok kezdeni azzal, hogyha mondjuk a félelmem megvalósult. Tehát például, ha maradunk a kutyánál, akkor lehet, hogy valakinek az a félelme, hogy mit csinálok akkor, hogyha ez a kutyus olyan lesz első körben, hogy nagyon nehezen lehet egyedül hagyni otthon, mert folyamatosan ugat, és visszajelzik a szomszédok, hogy hát amikor nem vagy itthon, akkor ezt halljuk folyamatosan. Hogy akkor hogyan tudok ebben a helyzetben reagálni, tehát például mondjuk kutyaóviba elvinni, vagy trénerrel foglalkoztatni a kutyát, illetve nekem milyen megélésem tartozik ehhez. Nem akarok túlságosan sokat beszélni, de hogy például nagyon gyakran előfordul az, hogy a mit szólnak a szomszédok effektus, tehát hogy a környezetem mit gondolok, hogy milyen megítéléssel lesz erre a helyzetre, és hogy én ehhez hogy viszonyulok, mit kapcsol ez bennem. Igazolhatom, hogy fenekestől felfordítja egy családot, még akkor bizony is a két meglévő kutya mellé érkezik, egy kölyök kutya, aki aztán tényleg ezerrel ott van. Felfordítja a családot, de én úgy gondolom, nekem megéri. Egyébként az nagyon tetszene, ha kielemeznénk egyszer, hogy vajon nekem miért kellett még egy harmadik kutya is, és hogy mi vitt erre rá, de nagyon boldog vagyok vele. De hát persze, mi most a kutyát hoztuk. Nem tudom, Zsuzsi, neked mi jut eszedbe arról, hogy úgy családtag? Hát ugye az én élethelyzetemben egy kicsit más az új családtagnak az érkezése. Korábban unoka érkezett, ami egy új családtag érkezése természetesen fenekestül fogja felforgatni az életet, ahogy erről beszélt az előbb Janka, mint új családtag. De nagyon érdekes, izgalmas az, amikor felnőtt gyerekeid vannak, és egy párkapcsolatot indítanak, és bemutatják neked az új leendő családtagot. Hát hatalmas kihívás mindenkinek. Ugye, aki érkezik, az úristen, hova megyek, mi történik ott, ez egy nagy család, sokan vannak, mert már meséltek rólunk, mindenkiről meséltek, ugye hallottak rólunk, de azért neki van egy elképzelése, ami nem biztos, hogy ugyanaz lesz, mint amivel találkozik. Ez az egyik. A másik, hogy mi hogyan fogadjuk. Tehát nekünk is van egy kialakult szokásrendünk, van egy kialakult rendszerünk, hogy hogyan csináljuk az ünnepeinket, a különböző találkozóinkat, a minden mást. Innentől kezdve, hogy párja lett, szorosabb kapcsolata van valamelyik felnőtt gyereknek, ő óhatatlanul afelé, az ember felé fog fordulni, mert hát ez az életrendje és ez a természetes, tehát ő egy kicsit kivonódik közvetlenül a nagy családból, miközben bővíti a családot az új taggal. Tehát egy nagyon izgalmas, nagyon érdekes életérzés. Nagyon fontos, hogy merjünk önazonosak, őszinték lenni. Ugye nem árt, ha van az embernek némi önismerete, tudja, hogy milyen helyzetekre hogyan reagál. Merjünk sztorizni, merjük odaadni azt a familiáris hangulatot, amiben mi élünk például. És adott esetben ebbe beletartoznak a cicák, beletartozik a mókus, beletartozik a papagáj. Tehát, hogy ezzel együtt vagyunk mi úgy kereken, ahogy vagyunk. És az is nagyon-nagyon fontos, hogy legyünk kíváncsiak az új családtagra, és ez most ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy gyerek, felnőtt, állat, milyen formátumban érkezik hozzánk az új családtag. Nagyon fontos, hogy mi őt kíváncsian, nyitottan, érdeklődően fogadjuk, és ezt adjuk is oda neki, hogy de jó, hogy szaporítod a csoportunkat, de jó, hogy hozzá tudsz ehhez tenni, de jó, hogy te is hozol magadból olyan újdonságokat, amivel mi többek leszünk általad. Tehát ez nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ezt a fajta szép harmóniát mindenki úgy élje meg,
túl a kezdeti nehézségeken. Hát azért én is emlékszem, amikor engem annak idején bemutattak életemben először egy leendő anyósnak, meg apósnak, hát nem biztos, hogy visszavágynék oda. Tehát ebből az apropóból igyekszem megkönnyíteni a most családba kerülőknek az életét, és tényleg nyitottan és szeretetteljesen fogadni, és megkönnyíteni neki a lehetőségekhez képest a beilleszkedést. És ez mindegy, hogy megint mondom, hogy háziállat, gyerek, felnőtt, akár kicsoda, tényleg tegyük már gördülékenyé ezt a dolgot, van úgyis az életben annyi nehézségünk. Itt egyébként elgondolkodtató lehet, hogy mekkora családba pottyanjon be. Tehát először teszem azt anyósnak, apósnak, és akkor ott ülnek négyen feszengve, vagy az első találkozó legyen az, amikor ott vannak a testvérek párjai, netán az unokák is, vannak 16-an vagy 14-en. Szerintem az egy könnyebb állapot. Nemrég éltünk meg mi is egy ilyet, igen. Hát volt benne minden, túlette magát a gyerek, meg a kutya, meg minden volt, amit el lehet képzelni, majd a végén, mikor elköszöntünk tőle, annyit mondtam, hogy bocsi, ezek mi vagyunk. És ennyi. És akkor adjunk szót Gábor atyának is. Több minden eszembe jut. Az egyik szintén ebbe a családba való befogadás, ugye az unokatestvéri rítus, befogadási rítus jutott eszembe most, ami nálunk azért többször lezajlott, amíg az unokatesóknál, így a mondjuk két lány unokatesóm van is, ugye az egyiknél kifejezetten eszembe jutott, hogy hogyan fogadtuk be a vőlegényet külön egy ilyen befogadási rítusban. Hát egy kellemes kártyázás és mondjuk borozgatás után azért már mindenki ráborult a vállára, és mondtuk, hogy akkor most már te is a család része vagy, úgyhogy szerintem is nagyon boldog lehetett tőle. Úgyhogy ez így nagyon-nagyon, ez jutott most így hirtelen eszembe, ez a befogadási rítus, mint egy ilyen nagyon klassz dolog, hogy a család hogyan jelzi az újonnan jött számára, hogy most már akkor hozzánk tartozol. Nekem, ami így eszembe jutott, amit így picit így említettél, hogy most már neked így az unokák témakör, hogy ez a kisbabának az érkezése és egy új családtagnak a megjelenése. És így az jutott eszembe, hogy azért az is rendes, ő is rendesen át tudja alakítani, vagy az a helyzet is rendesen át tudja alakítani az addig békésnek tűnő, vagy ha nem is olyan békésnek, de egy dinamikusnak tűnő kapcsolatot. És nagyon zárójelben, amikor így a élettársi kapcsolat értékéről, meg nem értékéről beszélünk, akkor én szoktam ezt mondani, hogy mert hogy van, amikor, na inkább úgy mondom, hogy amikor kifogásként hozzák fel az élettársi kapcsolatot, hogy azért van szükség rá, hogy megismerjem a másikat, akkor még szoktam mondani, hogy tök jó, igen, nagyon, teljesen jogos, sok mindent megtudsz a másikról, egy bizonyos szintig. Csak hogy hol van az a pont, amikor elköteleződsz a másik mellett, mert abban a pillanatban, hogy belép egy kisgyerek a képbe, minden megváltozik, ami addig volt. Tehát, hogy lehet, hogy egy csomó mindent megismersz addig a másikról a kapcsolatotok szintjén, de hogy egészen új dolgok jelennek meg abban a közegben, ahova egyszer csak belép egy baba, bekerül, és akkor új szerepek jönnek elő, hogy akkor most már apa és anya vagyok, hogyan viszonyulok a babához, mik az új szabályok, hogyan működünk ezentúl. Szóval nekem az új családtag érkezése, ez valami ilyesmire is szól, hogy a szabályoknak, meg a működésnek, meg a rendszernek az újra definiálás, hogy tulajdonképpen mi kik vagyunk, hogy működünk, hogy létezünk, kinek mit kell csinálnia, hogyan működik. Szóval, hogy, és aztán azon is gondolkodtam tovább, hogy ez ugyanúgy igaz egy leendő vő vagy mennyelőtre, vagy ugyanúgy igaz egy kiskutyára, kismacskára, hogy eddig úgy az volt a szokás, hogy nyugiba vagyunk, de mostantól bele kell tenni azt, hogy ki viszi el sétáltatni, ki fog neki enni adni, mit, hogyan kell csinálni, vagy mit hoz magával ez a lány vagy a fiú a mi családunkban, hogyan alakítja át a szokásainkat, csak így a sógornőm anyukám viszonyára is, hogy visszagondolok, hogy ki mit, hogyan gondol, ki hogyan látja a világot, és ki hogyan hajlandó alkalmazkodni hozzá. Szóval ez egy izgalmas dinamizmust indítanak el ezek az új dolgok. Nekem egy fontos gondolat jutott eszembe arról, amit mondtál, az, hogy az együttélés megelőzi manapság nagyon gyakran a párkapcsolatnak a létrejöttét, a szentesítését, a házasságkötést, és én azt gondolom, hogy azt hiszik ezek a párok, hogy megismerték egymást az együttélés során, és összeházasodunk, mi változott semmi, akkor nagyon nagyot tévednek. Óriási nagyot tévednek, és abban a pillanatban mihelyst megköttetik a házasság, onnantól kezdve nem a párommal vagyok együtt, hanem a férjemmel, vagy a feleségemmel. És egy férj és egy feleség az másképp fog működni, mint a párom. Bocsánat.
Éltem ebbe is, éltem abba is, mindegyikről be tudok számolni, megváltozik a dinamikája a kapcsolatnak abban a pillanatban, ahogyha a házasság megköttetett. Én ezt szoktam nagyon gyakran mondani, hogyha beszélgetek fiatalokkal, hogy fontos, hogy ezeken a rítusokon átessünk, fontos, hogy megadjuk annak az eseménynek, a történésnek azt a fajta rangot, azt a fajta tisztet, amivel az átemel egy következő szintre, egy másik küszöbön fogunk átlépni, és onnantól kezdve fogjuk tudni megélni ennek minden szegmentúráját. Tehát, hogy én a párommal nem élhettem feleségként. Uh-huh. A férjemmel élhetek feleségként. Teljesen másként fogok reagálni. Néha rossz indulatú pletyka, hogy ja, azért nem beszél el a Jani, mert Jézus Mária most is milyen, de mi lenne azután. Tehát, hogy így nagyon-nagyon sokszor megéli ezt a köznép és meg az átlag populáció is, de azt gondolom, hogy ha mi szakemberként vagyunk itt, akkor ezt tudatosítani kell, hogy valóban ez egy nagyon-nagyon fontos lépés. Ugyanígy, ha egy kutyus kerül a házba, őt is be kell mutatni mindenkinek. Ő is családtag lesz a többi kutyának, a család aprajának, nagyjának, neki meg kell ismerni a kertet, a virágokat, a mindent, az életritmust. Tehát ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, és azt gondolom, ennek adózni kell. Én nem elemezni szeretnélek, inkább csak egy fantáziát hadd hozzak ide. Mert ugye föltetett kérdésként, hogy nem érted, hogy miért van szükséged arra, hogy újabb kis kutya kerül házba. Nekem azok az anyukák jutnak eszembe, akiknek fölnőtt a gyerekük, és akkor visszasírják, hogy milyen jó volt a babával lenni. És hogy egy újabb kiskutya bekül a képbe, akkor visszaidéződhetnek ezek az édes emlékek, hogy ő ott szétszincelje a cipőket, kikaparja az összes virágot, amit elültettél, gondosan ápoltad őket. Minden megvan. Mindamellett mégis az emberbe energiát ad. Igen. Tehát azért én nagyon átgondoltam, és tudtam, hogy miért szeretném ezt a kiskutyát, fiatalit, még a kutyáknál is. De gondoljunk bele egyébként, hogy most akár kisbabáról van szó, de tényleg most ne haragudjon senki a hasonlatért, de még egy kiskutya esetében, és nekem van egy olyan érzésem, hogy az ember egy kicsit más lesz. És itt most nem az anyuka és az apukára gondolok, mert na, de a nagyszülő is. Tehát én, amikor először lettem nagyszülő, én akkor is azt tapasztaltam, hogy utána egy picit más emberré váltam. Nem picit, nagyon. Onnantól kezdve másfajta üzemmódokba fogsz működni, és teljesen más lesz. Én nem tudom, hogy ezt meséltem már valahol, vagy nem, de nagyon jól emlékszem, hogy kortársaim, barátnők, akárkik előbb lettek nagyszülők, igen. És akkor én emlékszem, hogy mutogatták a fényképet, egyik, és jaj, hát csupa, csöpög, mézes, mázas. Néztem, hogy úristen, ha nagyszülő lesz, mind meghűl. Jelentem, igen, én is. Igen, ez benne, és sokkal mélyebb érzelmeket élünk meg, mint előtte. Tehát sok minden fontosabbá válik, és sok minden kevésbé, és ez valamelyest az ember jellemét is változtatja. Nézek itt egyfolytában Jonkára, akit még olyan távol van ettől, de hát neked is vannak nagyszüleid talán azért, hogy érezted. Vannak abszolút, de nekem egy kicsit más jutott még eszembe, hogyha visszacsatolhatok, illetve hát tovább vihetem ezen a vonalon, hogy a várakozás időszaka is egy fontos dolog szerintem, amikor az új családtag jöveteléről beszélünk, hiszen ezek ugye várható események, akár az, hogy a gyerekemnek lesz egy párja, vagy akár nekem lesz gyermekem, és hogy hogyan töltöm el ezt az időszakot. Tehát pont amit te is mondtál az előbb, hogy készültél arra, megvizsgáltad, elemezted a helyzeteteket, hogy hova érkezik ez a kiskutya, hogy miért jön, és hogy a gyermek esetében is nagyon fontos, hogy az ember legyen elemző magával kapcsolatban, és hogy hogyan tölti el ezt az időszakot, amíg várakozik. Csak hogy kérdezek, ebbe így vissza, vagy tőled is még így töltik, hogy föl lehet erre készülni? Hogy nem. Tehát lehet készülni mondjuk egy gyerekre? Kell is. Hogy milyen nagyon lesz? Vagy pedig vannak elméletek, képek, gondolatok, amiket én elképzelek, és akkor majd valahogy ezt vagy beleilleszkedik, vagy... Hát, szerintem az, hogy van egy elképzelésünk, az egy dolog, az meg nem jelenti a felkészülést önmagában. Nyilván csomó olyan helyzet van, amire felkészülni nem lehet. Maximum azt erősíthetem én magamban, hogy bármilyen helyzettel találkozom, azt meg tudom oldani. De nyilván lesznek olyan ad hoc események, amikre nem tudtam előre felkészülni, de van ennek rengeteg olyan része a várakozási idő alatt, amíg, tehát hogy monitorozom magam, hogy most ma hogy vagyok ezzel a témával, vagy a következő napon, mert hogy ez hullámzó is lehet akár.
Főleg, bocsánat, egy olyan esetben, hogyha ha mondjuk valakinek nem jön a gyerek, igen, például elég sokan vannak ilyen, igen, helyzetben, és azért az is megérne is egy misét majd, hogyha egyszer azt választanánk csúl témának, hogy nagyon nehéz. Megérne egy misét, hát jó. Szóval csak, bocsánat. Lábor, aki segít. Oké. Mi jutott eszembe? Az jutott eszembe, amíg ezeket a dolgokat mondtad, hogy felkészülni, hogy gyakorlatilag az életünk nagy eseményeire szerintem mindig tudatosan készülünk, legalábbis azok az emberek, akik a tudatosságnak bizonyos szintjén vannak. Tehát el tudom képzelni azt, hogy milyen lesz az életem, ha leérettségiztem. Uh-huh. Érettség után hogyan tovább, mit szeretnék csinálni. El tudom képzelni, egy új munkahelyre bekerülök, milyen lesz ott az élet. El tudom képzelni, hogyha férjhez megyek, milyen legyen az esküvőm, mit szeretnék ott látni, mit nem szeretnék ott látni, kivel szeretnék ott találkozni, és a többi. El tudom képzelni, hogyha eldöntöttük, hogy eljött az idő, egy új életet befogadunk, szeretnénk családot alapítani, jöhet az első baba. Igen ám, de az mikor fog jönni, hogyan fog jönni, és arra lehet készülni, azt lehet tervezgetni, hol fog aludni, hol lesz az ő kis ágya, lesz-e bölcsője, nem lesz bölcsője, te hogyan nevelkedtél, én hogyan nevelkedtem, milyen elvek mentén tegyük ezt meg. Döntsük el, hogy a nagyszülőknek mekkora és milyen szerepet szánunk ki, és ezt kommunikáljuk kifeléjük. Döntsük el, hogy egyáltalán milyen értékrend mentén akarjuk nevelni ezt a gyereket. Ez mind-mind meg annyi lehetőség beszélgetni, meg arra is, hogy elmondja a keresztanyú, milyen volt neki, amikor engem kereszteltek, hogy elmondja a nagynéni, hogy elmondja az unokatesó, hogy elmondja a nagymamám, hogy elmondja az anyukám, hogy elmondja az apukám, hogy mindenki beszéljen róla, hogy ő milyen élményeket élt meg. Tehát ez mind arról fog szólni, hogy a családnak az összetartó erejét fogjuk erősíteni, és az egymásra való támaszkodásunknak fogunk hangot adni mindenféle formában. Amit mondtál, hogy jöhet olyan, amire nem voltam, hopp, erre nem voltam felkészülve. Igen, nem voltam felkészülve, hogy nem tudom, gyerek leesik, baleset éri, rohanni kell vele, akármi. De tudom, hogy kik azok ott körülöttem, akikre én támaszkodhatok, milyen ambíciókkal fognak ők felém közelíteni, és milyen lehetőségeket rejtegetnek. Tehát ezért fontos a család ereje, és erről szól a család dinamikus élettörténete szerintem. Igen, és tehát egy új családtag érkezése tulajdonképpen új kapcsolódási pontokat is jelenthet a családi rendszerben, amit fontos meglátni. Vagy hogy a régiek átgondolását. Igen, uh-huh. Igen, uh-huh. Igen. Két percünk maradt a műsorból, én ezt arra használom fel, hogy menjünk egy kicsit vissza arra, hogy hazaviszi a gyerek az új párját, legyen az bőlegény, vagy mennyasszony, vagy még csak barát, vagy barátnő. Azon az első találkozáson szerintem nem is lehet cél, hogy megismerjük őt. Tehát az én felfogásomban ott egyszerűen tényleg az ember annyit tehet, hogy szeretettel fogadja, hiszen az én gyerekem választotta. Az én gyerekem választotta, akkor nyitott leszek rá valamelyest, és segítem őt, hogy megmutassa, hogy ki ő. A nehezebb része szerintem a további találkozásokkor van, meg akkor, amikor a gyerekem elkezd mesélni, az sokkal nehezebb. Az első benyomás szerintem azért az egy izgalmas dolog tud lenni, hogy amikor megjelenik az én gyermekem a lánykával, vagy az én kislányom a fiúval, és meglátom, és az mondja, és akkor azt mondani magamnak, én nem tudom, hogy ezt látok, hogy zajlott le, hogy azt mondani magamnak, hogy de hát mégiscsak ő választotta, de azért, tehát hogy azon én azt mondtam, hogyha ők szeretik egymást, az a lényeg. Aha. Mondjuk de én szerencsés vagyok, mert én szerencsés vagyok, mert ugye az én fiamnak olyan párja van, akit csak tisztelni és szeretni tudok, mint tudjuk, tehát nekem ez annyira könnyű anyósnak lenni, hogy ez hihetetlen, de más helyzetekben is megéltem így, és láttunk már olyat egész közelről, hogy elég fura volt a társ, de hát azt mondtuk, hogy ha ők el vannak együtt, nem nekem kell vele élni. Ez egy nagyon fontos pont, tehát nem én választottam, és nem feltétlenül az én életemet fogja teljesen felborítani. Hát a gyerekét lehet, az nem egy öröm, de a gyereknek meg kell ezt tanulni. Legalábbis én így gondolom, de én nem én vagyok a szakember. Tehát. Nyilván ilyen módon mindenkinek megvan a maga párja a saját sérülésével együtt mindenkinek, tehát hogy ez így teljesen rendben van, de egyébként tényleg fontos kiemelni azt szerintem is, hogy nagyon meghatározó az első benyomás, az első találkozó. Lehet, hogy többen tudnak ezzel azonosulni, hogyha valakivel találkoznak, legyen az egy tanítvány, vagy bármilyen ember az életében, tehát nem feltétlenül családi szálon keresztül, és mondjuk az ember akkor volt x éves, akkor az kb. Utána is annyi marad az embernek a fejében, hogy hát, ja, te nem annyi idős vagy, ja, már eltelt annyi év, tehát hogy tényleg nagyon, nagyon fontos és nagyon bevésődhet az első benyomás, az első találkozó.
ha úgy állok hozzá, hogy el akarom fogadni, akkor mindjárt könnyebb, ha úgy állok persze. hozzá, hogy mi a csodának hozza ide, akkor teljesen mindegy, hogy első, vagy igen. nem első. Igen, igen, de szerencsés esetben azért én hallottam arról a fiúról, vagy lányról, akit behoz a gyerekem a családba. Tehát azért az nem úgy történik, hogy ők összetalálkoztak szombaton, és akkor vasárnap reggel beállítanak hozzánk, hanem azért ők már egy jó ideje ismerkednek egymással, és időnként azért, ha én nekem jó a kapcsolatom a gyerekemmel, igyekszem egyébként, akkor azért ő csak fog nekem arról mesélni, hogy jaj, anyu, így képzeld, na, hát szóval, és innentől kezdve ő azért fölkészít bennünket. Mivel azt mondtad, hogy rövid is nem vége az adásnak, én most nem akarok ebbe belemenni, lehet, hogy egy külön misét megérne, hogy erről a témáról is beszélgessünk, hogy mit kezdek azzal, hogy találkozok valakivel, és az első benyomásomon, hogy lépek túl, mit indít el bennem mondjuk, mert lehet, hogy hallottam egy csomó minden történetet arról, hogy XY milyen a pár, a gyermekem párja, hogy viselkedik, de amikor én meglátom, de amikor bejön egy olyan mozdulata, egy olyan szófordulata, ami bennem beindít valamit a múltból, emlékeztet engem arra, akkor nagyon nehéz elfogadónak lenni, pedig lehet, hogy elhatároztam a fejem, hogy az ő párja meg úgy lesz majd, de hogy egyszer csak valami olyat csinál, és akkor azon el tudok-e kezdeni mondjuk dolgozni, hogy ezen fölül kell emelkednem. Tehát hogy azt hiszem, hogy szintén sokszor emlegettünk már korábbi adásainkban is, hogy az önismeret ilyen szempontból fontos, hogy mondjuk mi az, amit én érzek azzal a fiúval vagy lányjal kapcsolatban, akit idehoz a gyermekem, idehoz a lányom, és akire eddig én vigyáztam, hogy mit indít el bennem, mik azok az érzések, amik elindulnak, mert az egy dolog, hogy racionálisan nagyon szépen beállítok magamnak dolgokat, de szerintem az érzések azok sokkal nagyobb urak a mi gondolkodásunkban, vagy a döntéseinkben, kapcsolatainkban. Mert ez a találkozás is annyiféle lehet, és ez a pár is annyiféle lehet, úgyhogy tényleg azt hiszem, hogy majd vissza kell térjünk erre a témára, hiszen sok minden van még, amit megbeszélhetünk ezzel kapcsolatban. De sajnos elszaladt az adásidőnk, ahogy ez lenni szokott, most is ez történt, úgyhogy nagyon szépen köszönöm Fekete Cseri Zsuzsannának, Koszi Jankának és Tónyai Gábor atyának is, hogy itt volt velünk, és természetesen nagyon köszönöm a Fehérvár Televízió nézőinek is. Családőrzők című műsorunkkal legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk, addig is kellemes tévézést, viszontlátásra! Viszontlátásra!